Sziasztok, Flóra vagyok innen a Cukorsok konyhájából. Hagyományos húsvéti kalács helyett majd fullos babkatortát fogok nektek készíteni tojáslikörös vaníliasodóval. Készíteni fogok egy kelt kalácstésztát, azt megkenem csokoládékrémmel, feltekerem, hosszában félbevágom, összecsavarom és kisütöm. Annyi a csavar, hogy én ezt egy torta formába fogom elkészíteni. A csokoládékrémmel kezdünk, mert annak ki kell hűlnie, mielőtt rákerül a tésztára. Kerülni fog bele étcsokoládé, vaj, cukor, kakaópor és egy csipet só. Illetve feldobhatjuk egy táskanál fahéjjal is. Amíg ez hűl, addig összeállítjuk a tésztát. Amihez lisztből, vajból, tojásból, sóból, élesztőből, porcukorból gyúrunk egy tésztát. Aj, Flóra, a tejet megkihagytad. Köszi! Most, hogy a tej is belekerült, alaposan dagasszuk ki a tésztát jó háziasszony módjára. Tésztát most hagyjuk meleg helyen szépen duplájára kelni. Amíg kell a tészta, addig elkészítjük a vaníliásodót. A tej 3/4-ét feltesszük melegedni. A maradékot pedig keményítővel, vaníliával, cukorral és 3 tojás sárgájával simára keverjük. A langyos tejet majd hozzákeverjük a tojásos keverékhez, aztán vissza az egészet a tűzre, és egy közepesen sűrű vaníliakrémet főzünk belőle. Sodót! Folyamatosan kevergessük, hogy még véletlenül se kapjon le a sodónk alja. És amikor kész vagyunk, hozzáadjuk a krémlikört. Az elkészült sodót félretesszük. Tésztát pedig kinyújtjuk. A tésztát kinyújtottuk. Most pedig megkenjük a kihűlt csokoládékrémmel, majd megszórjuk valamilyen csonthéjassal, mi például a pekándióval, fogjuk egy kis madarasikát. Most jön az izgi rész, az egészet feltekerjük, hosszában félbevágjuk, összefonjuk, csomózzuk, majd pedig beleszerkesztjük a torta formába. Leleményesnek kell lenni, úgyhogy ezt a konyhai vágódeszkát fogom használni, hogy bele tudjam helyezni a formába. Most jön még 20 perc kelesztés, majd 180-190 fokon egy 30-40 perc alatt készre sütjük. It's like
el is készültünk a babkával, most még jó forró, szóval hagyjuk teljesen kihűlni, majd leöntjük az isteni sodonkkal, és már fogyaszthatjuk is. Szeretnétek egy kicsit feldobni a húsvéti repertoáratokat, ezt a kalácsot mindenféleképpen készítsétek el. Szerintem abszolút méltó helye lesz a húsvéti asztalon. Sziasztok! Már hova csinálsz még? Van már vagy 100.